Nálunk sok diafilm volt otthon, arra emlékszem. Nekem a nagy kedvencem az a Ludas Matyi volt, meg az Aladdin, mert hogy csodálatos volt a grafikája. Nálunk is sok dia volt amúgy, és nagyon szerettem, de az igazság, hogy én annyira falom a betűket a mai napig, hogy a testvéreim nem tudtak néha lépést tartani, hogy már menjünk, pedig én vagyok a legkisebb. Tehát, hogy én azt éreztem, hogy gyorsabban. Feleségemmel egyszer keresztlányunkat leptük meg úgy karácsonyra, hogy vettünk neki diavetítőt, ezt az újabb típust. Hozzá kaptunk filmeket Gabiéktól, fantasztikus volt, amikor karácsonyi parti közepén egyszer csak besötétedett, elővettük a diavetítőt, és elkezdtem mesélni. Mindenki ült, az egész nagy család, baráti kör, mindenki az égvilágon, teljesen más, mint egy filmet nézni. Tehát, hogy azért itt a hangunkkal az egy dolog, hogy játszani kell, de itt pont azért, mert nem mozog, azt a részt ki kell tölteni. Ugye múltkor is olyan jó dolgok alakultak, mert most mesélünk együtt másodszorra, igen. És múltkor spontán is alakultak olyan helyes szituációk, nem? Tehát, hogy néha igazából az élet azért hozza magával, meg hát mondom, a reakció is. Tehát ha megtetszik nekik egy hang, akkor azért az ember elkezdi tudni, hogy merre kell menni. Szerintem a gyerekeknek azért jótékony hatású, mert pont attól, hogy statikusabb és nem mozog, ettől egy kicsit idegnyugtatóbb, és a koncentrációt másképpen köti le, mint az állandóan vibráló képsorok. És a fantáziát is szerintem jobban megmozgatja, mint aki azért... meg még nem tud olvasni, annak meg az a nagy élmény, hogy igen, a szülő felolvassa, és apa milyen ügyesen csinálja, és milyen jó, és közben szép a kép is. Tehát végül is egy jó mesekönyv élményt ad.